A sztárzöldségek porondja ma egy igazán jó fejzöldségé, Flórisé a fejes salátái. A késésről hírhet sztár ma igazán kitett magáért, hiszen elmondása szerint fejvesztve rohant, hogy ideérjen. És valóban pontosan megérkezett a kifutóra. Édesanyja ez egyszer biztos a fejére parancsolt. Minden esetre büszkék vagyunk rá. Egyenesen a kerti ágyásból nyargalt ide, hogy megmutassa hasonszőrű, akarom mondani hasonlevelű rajongóinak üdezzöld külsejét. Micsoda légies léptek! Ellenségeinek a csigáknak most főhet ám a feje. Hogy miért hívják Flórist éppen fejesnek? Nos, a válasz igazán egyszerű. Mikor elkezd cseperedni, úgynevezett tőleveleket növeszt, amelyek egymásra borulva egy óriási csúcsrügyet alkotnak. Minél több levelet növeszt, annál jobban hasonlít egy hatalmas fejhez. A salátafélék közül ő a legkedveltebb, nem csoda, hiszen rengeteg féleképpen ízesíthető, sőt, Kínában még főve is szívesen fogyasztják. Apropó, őshazája távol van ám Ázsiától, hiszen az Dél-Európa, Észak- és Nyugat-Afrika. A közönség nyugovóra tér. De hé, most meg mi történik? Flóris fejvesztve menekül a színpadról. Hogy a sztárok milyen kiszámíthatatlanok. Remélem azért nem sértődött meg. Ups, úgy tűnik a szép kezdést követően, ma bizony egy sztár alűrrel ér véget a sztárzöldségbemutató.